Jó reggel, Vietnám üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő gépteszt videóval, amiben vonszolókat, erdészeti vonszolókat fogunk tesztelni. Nagyon sokan írtátok az LKT-t, hogy teszteljen le mindenképpen. Ugye úgy gondoltam, hogy ha már egyszer erdészeti vonszolót próbálunk, akkor legyen az ellenfele szintén egy erdészeti vonszoló, és ugye a H300-904F az gyakorlatilag egy nagyon népszerű erdészeti vonszolónak számít. Ugye, az LKT mellett, ami gyakorlatilag szerintem a legnépszerűbb, bár lehet, hogy csak inkább Magyarországon a legnépszerűbb, meg itt a közelben a legnépszerűbb. Na, a két jármű adatainak kicsit utána néztem, ugye, az LKT úgy 5 tonna körül mozog, a HSM az olyan 10 tonna körül mozog, az egyikben egy sor 6-os, a másikban egy sor 4-es turbós motor van, a teljesítményük gyakorlatilag... A motor teljesítményről beszélek, az ugye a HSM-nek kb. Duplája, mint az LKT-nak. Viszont ugye mivel a súlya is dupla olyan nagy, gyakorlatilag így a súly-lóerő arány az kb. Ugyanaz a két járműnél. Szóval ez ne tévesszem meg benneteket, minden járműnél úgy van, ugye például egy autónál is nagyon fontos, hogy az aktuális súlyra mennyi lóerő jut. Ez adja meg igazából a tényleges teljesítmény, mert igazából lehet 1000 lóerős egy jármű, ha mondjuk 30 tonnás, értitek? És mondjuk lehet, hogy egy 100 lóerős autó, amelyik mondjuk csak 500 kilós, az sokkal jobban gyorsul, sokkal fürgébb, RTC, stb. Na, viszont én ezt felszereltem ezt a járművet, amit most láttok itt mindenféle cullanggal, meg az LKT-t is, hogy így megmutassam, hogy igazából, hogy iszonyatosan jól meg vannak csinálva. De. Nem tudom, bocsánatot kérek, hogyha nagyon halkra állítottam, de nekem hangosnak tűnik a játék, és nem akarom, hogy újra kelljen bennem emiatt. Igen, ráraktam ezt a vonszolót, de amit látjátok, nagyon durván húzza, és emiatt ezeket leveszem róla, és minden defaultra visszaállítunk. Ugye erről beszéltünk, hogy mindenképpen lecsupaszított állapotba fogunk mind a kettővel menni. Az LKT-t is ide behozom, és azt is le fogjuk csupaszítani. Egyébként az LKT tényleg az talán a legnépszerűbb Magyarországon. Jóval kisebb, mint az ellenfele. Na, roppant kíváncsi leszek, hogy melyik hogy fog végezni. Lehet írni tippeket, hogy mégis mire számítsunk. Mind a kettő ugye modolt jármű természetesen. Egyébként, amint látjátok, ott hátul különböző erdészeti dolgok még vannak. Van egy John Deere kiközelítőnk, meg van egy Pont Scorpiónk, ugye gyakorlatilag nem tudom, hogy miket fogunk kipróbálni a következő részekbe. Így nézegetem őket, hogy igazából mit lenne érdemes. Na gyerekek, szerintem akkor vágjunk bele a lecsóba, ugye összkerék, diffizár be legyen kapcsolva, nyílgáz, és akkor veressük. Keeper. Időt is indítsuk el, mert különben mi értelme lenne a tesztünknek. Rányomok akkor a startra is. Nézzük. Én megmondom őszintén, kicsit féltem az LKT-t. Mivel ugye jóval kisebb kerekei vannak, ugye, viszont a súlyából adódóan, hogy ugye kisebb tömegű, talán bízom benne, hogy talán fürgében fog mozogni. Viszont ugye sokkal könnyebben fogja leverni magát, ugye az alját is, mivel hasmagassága is kisebb. Úgyhogy hogyha tippelnem kellene, azt mondom, hogy nem az LKT fog nyerni. Nyomjuk. Egyébként én, megmondom őszintén, ezt az LKT 81-est még életemben nem láttam valóságban. Viszont a másik verzióját, nem is tudom, azt a tipikus bordót, utána az 80-as lehet, hoppá. Azt viszont nagyon gyakran szoktam látni. Oh, gyerekek, igen, egyébként. Na, ugye megint egy tölcsuklós járműről beszélünk, ami, jó, most itt majdnem lementem, és nem megyek le. Viszont itt baromira úr nehéz, ahogy minden egy. Igazából van a pajzs hátul, ugye, ami azért... Ami talán egy kicsit kompenzálja, de egyébként roppant nehéz.
Ugye a pajzs hátul, amit láttok rajt, nem tudom, aki nem ismeri, azt meg elmondanám. Egy-két ilyen dolgot elmondanék mindig a járművekről. A pajzs hátul az azért van ugye, hogy a csörlők, amit láttok, mondanak a csörlők hátul, ugye a pajzs előtt, azokkal ugye gyakorlatilag az LKT neki tudja húzni a fát, a farönköket, annak a pajzsnak. És gyakorlatilag így tartja stabilan. És nem, nincs az, hogy ugye neki fut a traktornak, nincs az a probléma, hogy ugye felökleli, hanem gyakorlatilag az a pajzs véri a traktort meg. Ami emelhető és természetesen sűjeszthető kivétel is szokott lenni. Na, mondjuk neki gyerekek, a végsebessége nem a legnagyobb, hát az LKT-nek szerintem gyárilag nem a legnagyobb a végsebessége. Egyébként rettenetesen jó kiközelítőket is találtam a Mudrunnerhez, és most már ugye nem beszélhetünk Sprint iOS Mudrunnerről, hanem már csak Mudrunner, akinek megvan a játék Steam-en, nyugodtan nézzen rá, eltűnt. Eltűnt a Sprint iOS előtag. Ugye a játék most már teljesen levetkezte a Sprint iOS elődjét. Ami valamilyen jogi és valamilyen kiadói problémának köszönhető, szóval ezek. Nagyon lassú egyébként, nagyon lassú a jármű. Nagyon kíváncsi leszek a sárba, hogy fog teljesíteni, és az emelkedőkön. Igen, ez egy lassú jármű, gyerekek, ez egy lassú jármű, viszont ugye nem csak az objektív, vagyis nem csak az idő eredmény számít, hanem ugye folyamatosan beszélünk arról, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai. Az előnyei, ahogy nézem, hogy egy az, hogy baromira jól irányítható, nagyon fordulékony. A másik az, hogy alig sebződik, tényleg 43 sebzést kapott. Nagyon, eddig kellemes. Terepjáró képességre leszek kíváncsi, ugye itt még annyira nem mutatkozott meg. Viszont a izéket azokat jól vette, azokat a huppanókat teljesen jól vette. Nyilgázzal tudok jönni végig. Ugye esetleg, ha a pajzsot felraktam volna az elején, látjátok, oda csapott neki, akkor valószínű kisebb sebzést kapna, vagy esetleg nem is kapott volna ugye az elejével. De nem akartam ugye semmilyen bővítményt rászerelni, így ennyire jövel, akkor nem lenne úgy. Ja, jó egyébként. Meg fogjuk nézni a belsőt, amikor kicsit nyugisabb helyen közlekedünk. 4.17-nél vagyunk, hát a nagyon jó eredményt sajnos szegényke nem fog elérni. Kapott. Nagyon jó eredmény szegényke nem fog elérni. Úgy. Igen, talán túlságosan is fordulék, hogy. És azért nem fog elérni ugye a idő eredményt jó, mivel lassú. Mivel ez egy elég lassú jármű. Úgyhogy nem lehet rangsorolni egy olyannal, mint például egy teherautó. Viszont tényleg úgy kell felállítanunk ezt a rangsort, amit így mi megcsinálunk. Hogy a szubjektív része az legalább olyan fontos egy ilyen tesztnek, mint az objektív, vagyis az időeredmény. Mivel ugye egy munkagépnek nem az a legfontosabb specialitása, nem az legfontosabb neki. Gyerekek. Igen, viszonylag kicsik kerekei vannak, úgyhogy elég szenvedős vele a közlekedés, ilyen akadályokon. Nem az a fontos nála, hogy ugye gyors legyen, hanem az, hogy ugye strapabíró legyen, jó terepjáró képessége van. Gyerekek, bocsánat, hogy lemegyek igazából annyi időt, gyerek azon, hogy kikerültem azt az egy röngöt, annyit beszittek, és azzal, hogy korrigálnom kell. Micsoda kötszálta itt a pályára, gyerekek, ez nagyon vicces. Igen, izé van. Most jön sötétedik, hát természetesen nem fogunk megállni. Most jön az egyik legnehezebb része a pályának, ugye a sár. És nagyon féltem az LKT-t, mert viszonylag szűkek a gumiabroncsai. Igen, és itt féltem az LKT-t. Hát belevágom. Azt a betyár, gyerekek. Viszont ha megfelelően könnyű egy járni, akkor nem süllyed olyan mélyre. És egész jó, basszus, egész jól halad, gyerekek, nagyon jól halad, ugye? Szoktak ezek ilyen marha jól haladni.
Igen, és itt van ez a nagyon nagy sár. Ejj, meg vagyok fázva, elnézést. Igen, és itt akkor rakunk egy egyest neki. Amúgy gyerekek, itt van ez a barha nagy sár. Ez minden egy egy kicsit... nem szabad gyorsan menni, mert különben sose érsz ki. Ilyen... közepes. Hú, gyerekek, baj van. Baj van, na itt látszik meg, amikor egy jármű nem elég nagy. Mond, nem elég magas, ebbe a sárba. Ugye itt megint az van, hogy felhasaltunk. És ugye tudnánk azzal trükközni, hogy kerülöm ezt a mélysárt ugye ott az oldalán, de akkor nem lenne releváns a tesztünk. Ugye a törzscsuklósnál tudod ezt csinálni, mivel nagy eséllyel az történik, hogy egyik kerék, másik kerék így előbbre kerül, és akkor így ássa magát előre. Igen, itt rettenetesen sok erőveszítés, van egy olyan érzésem, hogy a másik jármű fog itt nyerni. De szerintem ti is mindenki arra tippelt, jóval nagyobb ugye az a gép. Na, megindultunk, úgy érzem, megindultuk. Nem rossz egyébként, nem rossz. Ez az LKT egy egész jó időt futna. Hogyha, ugye a pajzs is elég alacsonyan van, és gyakorlatilag végig szártottuk ezt a rét. Ez az LKT elég jó időt futna, hogyha sajnos nem az történne vele, hogy lassú gyakorlatilag. És az LKT-t nem tudom, de a másik jármű, amit tesztelni fogunk, az gyakorlatilag csak egy kétfokozatú hidrováltóval van szerelve, ami ugye annyi, hogy mint egy gyakorlatilag egy automata váltó fajta típus. Automata váltó típus. Na. De itt ez még mindig szenvedés, azt hittem, hogy jobb lesz, de nem akar jó lenni. Igen, itt nagyon mély sár van, nem tudom, lesz-e olyan jármű, ami normálisan fog közlekedni. Ugye amikor kiér a sárból, akkor próbálok majd egy automatát rakni neki. Tehát itt még azért nézzétek, még egy szopós a dolog. Itt szoktunk automatát tenni, gyorsan fel a izére. Az emelkedőre, hát bocs gyerekek, de most ez ilyen éjszakai style-ba nyomjuk. Nem fogjuk újra kezdeni, ugye? Az elején nagyon elbeszélgettük az időt, kicsit furcsán irányítható. Hát ugye olyan 10-40 körüli idő addig a legjobb. Ami talán a Kirovecnek volt a 10-40-es ideje? Vagy pedig meg is tudom melyiknek az Uralnak? Ki emlékszik rá? 5-be, gyerekek, 5-be felment. Ez nagyon durva és... nagyon szuper, eddig nagyon jól megy. Próbálok viszonylag dinamikusan lemenni. Igen, egyébként Bandi írta, hogy úgyis meg lehetne próbálni, hogy nem nyílen megyek. Hú, erre akartam, nem tudom, írtam-e rá Bandi, akartam ráírni, hogy az a baj, hogyha nem nyílen megyek, és ugye például az Uralnál és a Krasznál volt az a probléma, hogy összetörtek. De pont így, hogy ugye nyílen megyek, így például kiderül, hogy mennyire törnek, mennyire kényesek. És a belsejét meg az... oppa, és egy kicsit... ennyi, itt látszik, hogy egy nagyon alacsony jármű. És a belsejét meg akartam nézni. Elég furitán a belsejét, sőt, még ugye nem is tudok megfordulni, úgy van bájdva a kamera. Nem is tudok hátra, nem tudok kihajolni, tehát ez természetes mondjuk. Oppa. Mivel... természetes, hogy nem tudok kihajolni, mivel ugye rácsok védik az ablakot. Jó, menjünk gyerekek, menjünk. Hát ezzel már nem nagyon fogunk olyan időeredményt elérni, amelyik jó lenne. 10.36-nál tartunk egyébként. Véleményt szeretnék róla mondani. Közben. Annyi, hogy szerintem nagyon-nagyon frankó, nagyon jó közlekedik, nagyon könnyen irányítható. Jó a terepjáró képessége, nem kiemelkedő, de jó. Igazából nem tudok rá rosszat mondani. Az, hogy ilyen rossz idő eredményt megy, az annak köszönhető csak, hogy ugye nem gyorsan járni. Tényleg ugye a végsebességeinek köszönhető. Szóval, hogyha nem az objektív részét nézzük a tesztnek, tehát nem az idő eredményt nézzük, akkor teljesen korrekt. Teljesen tökéletes a jármű. Megnézzük ugye, amikor leérünk az útról, hát 11.25, ez nagyon-nagyon rossz idő, viszont maga a jármű az nagyon jó teljesít, és eszméletlen jó.
És ugye attól még, hogy a másik jármű lehet, hogy jobb időt fog futni, de nem biztos, hogy ilyen jól fog teljesíteni az akadálypályán. Na szóval, srácok, akkor próbáljuk ki most a HSM904F erdészeti vonszolót. Mind súlyban, mind teljesítményben minimum a duplája, mint az LKT. Ennek köszönhetően esélyesebbnek látom, mint az LKT-t, viszont ugye az LKT, mivel kisebb súlya rendelkezik, gyakorlatilag a teljesítmény lóerő arány az hasonló mindkét járműnél, viszont ugye a terepjáró képessége ennek a járműnek esetleg jobb lehet, mivel ugye nagyobb kerekekkel rendelkezik, és a hasmagassága is nagyobb. Na gyerekek, akkor vágjunk bele a lecsóba, bekapcsoljuk ugye az összkereket, nyomunk egy indítást, és nyomunk egy kövér gázt, és a stopper már pörög, és nézzük meg, hogy mire tudunk számítani. Így az első pár méteren már érezhető, hogy sokkal dinamikusabb, mint az LKT. Nagyon adja, nagyon megy. Ugye az LKT sor 4-es 5652 köbcentis motorjához képest, ez egy sor 6-os turbós motorral megáldott, ugye az LKT is természetesen turbós motorral van megáldva. Na erre. Jaj, gyerekek. Na ezt akartam mondani, erre leszek kíváncsi. Jézus úr, Isten. Iszonyatosan dinamikus. Iszonyatosan erős és iszonyatosan dinamikus, gyerekek. Borzalmasan dinamikus a jármű. Nagyon jól irányítható, nagyon gyorsan átszeri jobbról balra. Ugye egy erdészeti vonszolónál az irányíthatóság az fő szempontok közé tartozik. Viszonylag kicsit sebződik, ahhoz képest, hogy hatalmasokat pattanik, Igen, ahhoz képest, főleg itt a végén féltettem, de ahhoz képest, hogy mekkorákat pattanik, és meg itt a köveken is véletlenül végigmentem, alig sebződött, nagyon jó meg gyerekek. Nagyon hasonlít az irányíthatósága és a kezelhetősége a Kirovetshez, viszont sokkal gyorsabban irányítható, sokkal gyorsabban áttekeri egyik oldalról a másikra ugye a kormány, és sokkal dinamikusabb, erősebb és gyorsabb. Ugye az LKT-nél tartottuk, az LKT motorja egyébként egy Zetor. Egy Zetor motor, egy talán nem is tudom, talán 90 kW-os motor van benne. Ugye ebben meg aztán egy 170 kW-os motor. Nagyon jó meg gyerekek, igazán. Eddig szerintem csúcstartó, eddig meg lehet, hogy megtaláltuk eddig. Hát nem akarom elkiaválni egyébként, de eddig szerintem a number one-ok közé tartozik. Ugye tudom, hogy nem csak a sebesség számít, ugye ezt már kitárgyaltuk az LKT-nak, viszont eddig mindenféle szempontból jobb ez a jármű, mint az LKT. És ugye nagyon biztos, rengeteg LKT-fan van a nézőim között, én is LKT-fan vagyok, viszont ugye nem lehet összehasonlítani két gépet. Ez olyan, mintha megpróbálnánk összehasonlítani mondjuk egy 850-es... gyerekek, ez nagyon majdnem orra álltunk vele. Mint hogyha megpróbálnánk összehasonlítani egy 82-es MTZ-t, meg egy... Jaj, mi volt ez? Mi volt ez, gyerekek? Ez majdnem egy borulás volt. Vagy pedig egy új New Hollandot, ugye semmiképpen ugye nem összehasonlítható. Mert jaj, ettől félek, gyerekek. Ez most nyilgázon ide ráteperek. Isten, bazza. Jézus Mária. Ez a gép, gyerekek. Hogyha egyszer indítok egy olyan mapot, amit nagyon gyorsan akarok felszabadítani, akkor ez a gép ez közte lesz, borza. Csak nem találok rá szavakat, hogy mennyire jól megy. Kíváncsi vagyok a sárban, ha? Erre kíváncsi vagyok, srácok. Befordulunk, és adjál neki is annyi, menjél. Igen, és itt... nem kapja? Ezt akartam mondani, itt viszont hátrányban lesz, hogy... Jaj... Lehet, hogy már most kellene neki adni egy... Mizet? Jó, adtam is neki, gyerekek, mert nagyon szétrúgja magát. Igen, még nincs benne, nem vagyunk benne a mély sárba. Mindjárt jön ugye a mélyebb sár. És igen, most értünk bele a mély sárba. Aha.
Halad? Nem nagyon. Kicsit visszaveszek. Ugye ilyenkor érdemes kicsit, hogy jobban tapadjanak a kerekek. Jobban betapadjon. De eddig szerintem egy jármű sem ment itt a mélyebb sárba, ilyen kis, ilyen dinamikusan nagyon jól megy. És akkor már, nem látjátok? És még mindig nem szereti, hogyha... Addig, amíg rugnak a kerekek, addig nem érdemes feljel kapcsolni, mert is láthatóan ugye még mindig rugnak a kerekek. Eddig szerintem nagyon, de bőven gyerekek. Ötnél szoktunk fordulni a másik járművekkel, ugye ott valahol kint. És most vagyunk ötnél, és már kijöttünk a sárba, és akkor rakjuk is meg egy automatát. Ez az. Nagyon jó kezeli a váltót is a gép. Tehát, hogyha itt, amikor kijöttünk például a sárból, kívül visszaváltott egybe, érezte, hogy rúgnak a kerekek. Oké, ott a sárban nem a legjobban működött. Na most kíváncsi vagyok ugye ezen az emelkedő, hogy fog működni. Ötösbe gyerekek, pedig ötösbe. Ez az. Nagyon, eddig bőven a legjobb gyerekek. Eddig bőven a legjobb, nagyon jól megy. Egy kicsit ráfékezte, ugye nem célunk, hogy szarrá törjük a legvégén. És tényleg Bandi egyébként, ugye azért nem csinálom azt, hogy minden egyénél próbálok jól menni. Mármint úgy értem, hogy nem nyilgázzam, mert akkor nem tudom, akkor ugye már is azt a kritikát kapnám, hogy ugye nem ugyanúgy megyek minden egyre. Így igazából nem lehet egy kicsit a teszt ugye objektív, hogy minden egyével ugyanúgy megyek, ugye ugyanúgy automatába. Meg ugye akkor lehetne azt mondani, hogy hát lehet, hogy úgy jobb lett volna, hogyha nem automatába mész, lehet, hogy úgy jobb lett volna a kettesben mész, lehet, hogy úgy jobb lett volna, hogy manuál egyben, lehet, hogyha rettenetesbe mentél volna, úgy lett volna jobb, így akkor gyakorlatilag össze tudjuk vetni minden együtt, hogy majd megy. Hát ez gyerekek, ez brutálisan nagyon jó volt ez a futam. Szerintem nem tudom, hogy ezt meg fogja verni bármi is. És komolyan mondom, hogy ezt nem tudom, hogy ezt bármi is meg fogja. A gyerekek rúgja a kanyarba, rúgja a salat. Kiérünk, és én mondok nektek egy időt. 6 perc 48 másodperc. 6 perc 48 másodperc volt, gyerekek. És tényleg hasonlítsátok össze a két gépet. Méretügyileg. Nagyon jó. Nagyon-nagyon adja. Nagyon tetszik. Ez a jármű, ez borzalmasan jó. És most még valamit meg akarok próbálni. Mivel ugye, ha már géptesztet ilyen gyorsan letoltuk. Akkor várjatok egy pillanatra. Nem a loadert szeretném felrakni, hanem ezt, és ezt a crane. És nagyon jól meg van csinálva ugye ez is. Például ránézzük meg, hogy működik. 4-es. Ú, de tetszik gyerekek. Nagyon jó, halljátok? Nagyon jó. Nagyon jól működik. Ú, de tetszik. Ez nagyon adja. Na ez egy jó jármű. Megfogjuk vele a izét? Megfogjuk vele mondjuk az LKT-t? Megpróbáljuk? És már hogy ugye ezt letudtuk. Érdekes, sziklák fröcsögnek néha a gépből, de ugye nincs széttörve. Kicsit próbálkozzunk már még az LKT-t így megmarkolni, vagy egy bármilyen tárgyat. Hát most ugye nincs más lehetőség, mint az LKT. Ez véletlen. Jó, oké, és akkor most egy V-t, és hogy működik? Ja, hát is tudjuk fordítani a izét, nézzétek a drive izét, ezt ugye, és akkor így tudunk vele dolgozni, az nagyon jó. A 4-es, az micsoda? Crane? Push plate. Ja, az meg az 5-ös. 4-es a crane. A daru, csak azt nem tudom. Aha, igen, ezt hogy lejjebb tudom rakni. Jó, halljátok egy kicsit? Oké, előbbre járok, megpróbálom ezt az LKT-t egy kicsit meg. Na, akkor próbáljuk megfogni, gyerekek. 6-os grab blade. Oké. Crane.
most el van engedett pillanat. Ebből most ráfogtunk. Igen, sajnos nem, nem fogja meg. Nem fogja meg sajnos. Jó, mindegy, ez még egy ilyen plusz tesznek szántam. Viszont ez mehet le jó. Még annyit meg akartam nézni esetleg, ugye van itt egy rönt lerakat. Valahova, Lockstation. Én gondolom rakományt már nem tudsz állítani ezzel. Még az lenne egy jó, hogy ugye egy hatalmas nagy. Igen, ez mindenképpen kell hozzá valami. Jó, azt hittem, hogy van ilyen nagy rönk, amit esetleg tudunk ezzel szállítani, húzni. És egy szuper lett volna. Egyébként most hátrafele van a srác, és hátrafele tekeri a kormányt, az nagyon érdekes. Ja, és a belső teret is meg akartam nézni, mert miért ne? Igen, és rendesen hátrafordult. Nagyon jó. GPS, minden. Hát ugye ez nem egy kategóriába tartozik az LKT-val, szépen meg is verte. Viszont nagyon szépen köszönöm a figyelmet, elbúcsúzom, és várlak benneteket a következő része. Tényleg ez egy szuper jó jármű. Valószínűleg, hogyha lesz egy hosszabb végigjátszásom, akkor mindenképpen használni fogom. Köszi a figyelmet, írjatok, minket teszteljük le, sziasztok! A tau szagumia, ha-ha, de megy ez az ifa.